Üdvözlöm a Magyar Hírlap nézőit! Józó André vagyok, és ma Juhász Hajnalkával, a KDNP alelnökével fogunk beszélgetni a családról, családpolitikáról. Üdvözlöm nálunk sok szeretettel! Én is köszöntöm a nézőket! Hogyan lehet egy ilyen dolgot végigvinni, hogy egyrészt anya, más, másrészt pedig a kdmp ben alelnök, és ott van, és ezt a kettőt hogy lehet egyáltalán egyensúlyba hozni? Meg kivitelezni, azért ez egy elég nehéz dolog. Szerintem nagyon tudatosan kell gondolkodni, meg kell ennek a fontos alapok. Tehát nekem az egy, az egy misszió, meg egy hivatás is, amit csinálok, nagyon szeretem, amit csinálok. Nekem nagyon megtiszteltetés, hogy a hazámat képviselhetem, hogy országgyűlési képviselő lehetek, és nagyon szerettem volna édesanyja is lenni és, és azzal viszont nem, az ember nem tud arra készülni, hogy milyen egyszerre közszereplőnek lenni, és kisbabát várni, és a feladatait ellátni, és nagyon büszke vagyok rá, hogy, hogy a terhességem alatt egyetlen napot sem hiányoztam, minden bizottsági feladatot elláttam, és uh, ami egy komplex helyzet, de a kisbabám születése után nem sokkal kezdődött a, az őszi ülésszak, az őszi parlamenti ülésszak, és uh, és a kötelesség mellett talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy ő rendkívül kiegyensúlyozott. Tehát azt hiszem, hogy ha, ha ebben nagyon tudatos voltam, akkor inkább fel annyit aludtam, vagy negyed annyit, vagy egyáltalán nem, de amikor szüksége volt rám, akkor ott voltam, de nem mentem egy, egy parlamenti ülésre, vagy egy bizottsági ülésre, úgy hogy ne készültem volna fel. Úgyhogy ezt, ezt nagyon okosan, tudatosan, és ahogyan vállaltam is, én mégis sportoltam a terhességet, és a szülés után azonnal vissza is álltam, mert nagyon se kell a a napi stresszkezelésé ez a munkánknak a része, hogy ezt el tudjuk látni. És ha jól értem, akkor már ugye terhesség alatt is folyamatosan dolgozott, Igen. rosszul létekkel együtt, tehát, tehát hogy, hogy, közben rosszul van, még, még úgy is hely, hely tudott állni. Hála Istennek, én azt gondolom, hogy az első trimester után teljesen át tudtam látni a feladataimat. Egy olyan szituáció volt, az az utolsó parlamenti napunk volt, amikor felszólaltam, és akkor már nyolcadik hónapban voltam, és pont a felszólalás közben a pici mozgott és megrúgta a rekeszemet, ugye Egyrészt eleve higatnak kell egy parlamenti felszólalásnál, de amikor kevesebb a levegő, úgy nem könnyű. És nagyon jó esett egyébként, én ezt annak idején is mondtam, hogy mint a kormánypárt, mint az ellenzék részéről mindenki odafigyelt rám. Tehát egyszerre fordult meg mindenki, hogy most be tudom-e fejezni a felszólalást, vagy nem. De hát Istenek nem voltam rosszul. És külön köszönöm a képviselőtársaimnak, mert egyet elfogadtak, hogy én nagyon sokat utaztam, mint a Külügyi Bizottság alelnöke a gyermekvárás előtt. de a terhességem alatt csak olyan feladatokat láttam el, ami autóval e, megoldható, tehát a Visegrádi négy találkozóra már, négyek találkozójára már úgy mentem el, és most mióta megszületett a kisbaba egyet, kértem, hogy a külföldi utazásaim tekintetében adjanak egyfajta felmentést, mert az édesanyjára nagyon szüksége van, és volt egy olyan szituáció, hogy Brüsszelt egy nap alatt jártam meg, tehát reggel uh -huh. megetettem hajnalban a kisbabámat felszálltunk a kolléganőmmel a repülőgépre, kint elláttuk a az elég komoly jogállamisági vitás, vitához kapcsolódó libeülésen a részvételt, az esti járattal pedig itthon voltunk, és éjszaka lefektettem a kisbabámat, hogy ez egy ilyen, ilyen műfaj. Szeretnék kell, és akkor működőképes lesz. És a többiek hogy fogadták? Mert gondolom így közvetlenül a közösség az, az azért tényleg nagyszerű, és megjegyezendő mindenképp, hogy, hogy kedvesek voltak, és odafigyeltek mindenképp. De hogy fogadták egyébként a pici érkezését? Nagyon örült mindenki, nagyon-nagyon régóta szerettem volna kisbabát, és így teljes az életem. ezért minden hölgynek azt tudom mondani, hogy csodálatosan szép dolog, hogyha a nő, egy nő elér egy karriert, de annak az éke koronája az, ha egy nő édesanyává válik, és másképp is gondolkodom, bizonyos szociális kérdésekben érzékenyebb is vagyok, felelősségteljesebb, ha azt lehet mondani, és mivel a, a KDNP frakciójában én vagyok az egyedüli hölgy, ezért a többiek nagyon támogatóak voltak, és teoretikusan nagyon sok jó tanácsot adtak, de ők elmondták, hogy ők férjek és apák, tehát el se tudják képzelni azt, hogy milyen lehet ezt édesanyaként főállásban csinálni, és tényleg segítőkészek, és nagyon, nagyon büszkék rám, és ez egy borzasztó jó érzés. És még egy dolog, amit ezek ki kell emelni, hogy úgy tudtam visszajönni, hogy egyetlen párt társamban sem vetődött az fel, hogy az én rangjaimat vagy pozícióimat nem fogom tudni ellátni vagy megtartani. Tehát megvan az a fajta támogató közeg, amire egy női közéleti szereplőnek nagyon nagy szüksége van. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nehéz pálya, nehéz világ, és azt a kevés nőt meg is becsülik, és meg is kell becsülni, akik a közéletben vannak, mert nekem egyébként misszióm, hogy támogassuk a női közéleti szerepvállalást, és minél több hölgy, nagyon okosak, szépek a magyar hölgyek, én nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy segítsük őket abban, ha szeretnének a politikában részt venni, akkor, akkor lássanak egy pozitív példát, hogy lehet gyermeket vállalni, egyrészt ez a családpolitikának is a gondolkodása, de a gyermekvállalás karrier az nem... Egymástól teljesen ö, külön pálya, hanem lehet ezt együtt csinálni, nyilván nem, könyvűen senki nem mondja, de de egyrészt a magyar családpolitika is nagyon ö, szorosan kapcsolódik ehhez, másrészt pedig ö, nekünk ez feladatunk, hogy ilyen pozitív példát mutassunk. Tehát mondjuk ilyesmi is, mondjuk talán a csak plusz, amiről mondjuk remény most már tapasztalt édesanyja, most már erről tud még inkább nyomatékosabban beszélni, és hát még közelebbieket megszólítani. Egyrészt másrészt pedig, hogy nagyon jó azt látni, hogy egy olyan család politikai modell van, azt gondolom, hogy Európában talán a legszerte ágazóbb családpolitikai modell, amit 2010 óta a magyar kormány célul tűzött ki. Ugye három irány van. Egyrészt az, hogy milyen adókedvezményeket adunk, másrészt az, hogy az otthon teremtéséhez milyen lehetőségek vannak, vagy hogy ez hogyan néz ki. A harmadik rész pedig a babavárás. Ez a három terület, amire a magyar családpolitika fókuszál, és a legfontosabb üzenete pedig az, hogy kiszámíthatóvá le, váljon az, ha valaki családot alapít és gyermeket tervez biztonságos sőt, előny legyen a gyermekvállalás és ugye az elmúlt időszakban nagyon nehéz volt Európa számára nem csak a Covid, a gazdasági kihívás, hanem az ukrajnai helyzet, és most már ugye a, az izraeli helyzet is nagyon nehéz helyzet elét állítja a külpolitikát, de mi azt mondtuk, 2024-ben a költségvetés is erre épül, hogy a családtámogatási rendszernek bővülnie kell, egy nagyon sikeres első szakasz után vagyunk, és most el kell jönni a második szakasznak. És ez a családtámogatási modell most két olyan dologgal bővült, amit azért kiemelnék röviden. Az egyik a, a Csok plusz, ami azért fontos, mert a falusi csokkal együtt is felvehető, de a Csok plusz az az 5000 fő feletti településekre koncentrál, ez egy 3%-os kedvezményes hitel, és egy gyermek esetén 15, kettő gyermek esetén 33 vagy több gyermek esetén pedig 50 millió forint kedvezményes hitelt jelent. És egyébként múlt héten fogadtuk el azt az újabb család centrikus gondolkodást, hogy a csopluszra felvásárolt ingatlanok illetékmentessé váltak, tehát ez is egy olyan fontos lépés. Ami fontos, hogy a csopluszterek vásárlásra például nem lehet költeni, és a felső hölgyek esetében ez 41 év, de van egy pici átmeneti időszak, hogyha valaki a 12. hétben van a terhességében, akkor ez a 41 év ez ilyen szempontból kitolódik, és ami ennek a legfontosabb üzenete, hogy nem állunk meg a, 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 azon a szinten, amit elértünk, ami egyik legkedvezőbb, hanem folyamatosan azon gondolkodunk, hogy, hogy egy olyan jövőképet adjunk a fiatalok számára, ahol érdemes megházasodni, ahol értelme van a házasságnak, értéke van a házasságnak, ahol a gyermekvállalás a jövő, pontosan azért, mert egy olyan nyugat-európai liberális gondolkodás a másik oldal, ahol az egyén központuság jelent meg, én rólam szóljon a történet, és a különböző félelmekről, a klímaváltozás kérdésköréről, mi pedig azt mondjuk, hogy kell egy biztonságos közeg, az otthon, a család, és ez hogyan tudja a magyar kormány a feltételeket megteremteni. És még egy olyan van, amit kiemelnék, mert ha már beszélgettünk arról, hogy milyen komplex dolog a, mondjuk egy karrier és a család összehangolása, ez pedig a Pótszabadság intézményehez kapcsolódó módosítás, amit ugye el is fogadtunk. A Pótszabadság egy bár létező intézmény volt eddig is, de ami most a kdmp s javaslat volt, az az, hogy a pótszabadság igénybevételének időpontjáról a munkavállaló dönthessen, amikor a családnak erre szüksége van. Család és a munka összehangolása, ez azt jelenti, hogy a munkavállaló egy gyermek esetén kettő, két gyermek esetén négy, három vagy több gyermek esetén hét munkanap vehet igénybe, annyi, hogy a megkezdésétől számított két héttel megelőzően kell tájékoztatni a munkáltatót erről. Tehát próbálunk mindig minden élethelyzetre egyfajta támogatást biztosítani, és ez a jövőben sem lesz másképp. Ezek folyamatosan bővülnek, és a 24-es költségvetésben is 3300 milliárd forintot, több mint 3300 milliárd forintot biztosító család támogatásra. És ha már említette a klímapolitikát, akkor beszéljünk egy kicsit erről is, hogy pontosan mi is a KDNP álláspontja, és hogy mi, mi mindent tervez a jövőben, ha már klímapolitika és klímavédelem. Én azt gondolom, hogy a, a, az elmúlt időszakban, a, ami nekem legnagyobb, le, vagy a legjobban fáj, én a, az Európa Jövője konferenciás sorozatban a klímapolitikai munkacsoportnak a tagja is voltam, és Sajnos azt látom, hogy a klímakérdés, vagy a környezetvédelem az egy, az egy politikai termékké vált a liberális oldalon, és a félelmeken kívül nem látom a, a, valós, reális megoldásokat. Én ezért abban hiszek, és ezt valahogy úgy fogalmaztuk meg, hogy konzervatív környezetvédelem az azt jelenti, hogy reális vállalásokat teljesítsünk. Ugye 27 tagállamról beszélünk jelenleg az Európai Unióban, mindannyiunk közös Célja a 2055-ös klímasemlegességeknek az elérése. De az a kérdés, hogy ezt az adott tagállam adottságaihoz mérten ki és milyen fog, van, fog, mértékben fogja tudni teljesíteni. És azt gondolom, hogy a magyar kormány azzal, hogy például a, a párizsi megállapodást a klímasemlegességről elsőként aláírta és ratifikálta, törvénybe iktattuk, és vállaljuk az unión a, a cél dátumait a 2030-as és a 2055-ös klímasemlegességi célokon, azon túl van egy nagyon fontos üzenet. Ez az üzenet pedig a, az úgynevezett tagállamoknak a saját energia mixe, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ugye hazánk esetében hiába mondja a, a liberális oldal a szélerőműveknek a fontosságát, Figyelembe kell venni a mi földrajzi adottságainkat. Nukleális és megújuló energia, ez a mi sajátos tagállami, hazai energia mixünk. Enélkül nem vagyunk képes teljesíteni a 2030-as vagy a 2055-ös klímacélokat. Tehát azt kell megnézni, hogy, hogy, hogy Magyarország hogyan és milyen mértékben tudja úgy teljesíteni, hogy ez a lakosságra ne jelentsen plusz terhet. Ezért a nukleális energia egy olyan kérdés, ami. Azt látom, hogy azt tapasztalom, hogy megosztja a tagállamokat. Tök közel tíz olyan tagállam van, ami összefogott a franciák kezdeményezésére, és ennek köszönhetően ma már az Európai Bizottság a nukleáris energiáról is, mint fenntartható energiáról beszél. De a KDMP esetében ennek van egy plusz üzenete, ami alapvetően az a keresztény-demokrata értékrend, hogy a teremtett környezetre, ami megadatott nekünk, arra vigyázzunk, és ennek a legfontosabb üzenete az az, hogy ha igazán elkötelezett egy ember, egy közösség a saját környezetének megúvása iránt, akkor ez belső indítatás, nem pedig globális elvárások. És azt gondolom, hogy a kdmp ben erre törekszünk, hogy ne a klímafélelmet erősítsük, hanem reálisan vázoljuk fel, hogy, hogy az adottságainkhoz mérten mit és hogyan tudunk elérni. A megújuló energiák vonatkozásában, vonatkozásában egyébként eléggé a középmezőnyben vagyunk, hála Istennek, és nagyon jól teljesítünk, és ezt fokozatosan növeljük, 21%-ra akarjuk a megújuló, ez ugye a, a, napenergia például, ami, aminek nagyon fontos szerepe lesz a jövőben, és így, mint a nukleális és ö, fenntartható, megújuló energiák kérdéskörében nagyon jó úton haladunk. Nem szabad ebből politikai terméket csinálni, nem szabad a lakosságot szorongással ö, gyakorlatilag abba az irányba vinni, hogy nincsen jövőkép, ne vállaljunk gyermeket, tehát ez is egy kereszténydemokrata gondolkodás része, hogy a biztonságnak a megteremtése és az ahhoz szükséges feltételek kialakítása, ez a kettő, ami szerintem borzasztóan fontos. És legyen az ember hiteles. Tehát én nagyon sokszor még a babavárás előtt, és most szeretnék ehhez visszatérni, a, a szemétszedés fontosságára, mint egy közösségi, tudatos gondolkodásra, mert szerintem onnan indul. Ha én figyelek a saját környezetemre, és tisztelem a környezetemet, akkor olyan sokszor tapasztaljuk, hogy a nemzeti parkokban tele van szeméttel. Tehát a, ha, 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 kezdeni kell, akkor a gondolkodásmódban is az értékrendben. Olyan csodálatos országot, olyan csodálatos helyen lévő csodálatos kis országot adott nekünk a jó Isten, vigyázzunk erre. És lehet sok mindent eljönni globálisan, lehet sok mindent aláírni, ratifikálni, de ha az emberben nincs meg az a belső indítatás, hogy, hogy nem megyek el a kukáig, és nem dobom el a szemetet, vagy nem dobom be a szemetet a kukába, akkor ez bármit vállalhatunk, ez alapvetően nem fog teljesülni, és egy dolgot hagyj emeljek még ide, nagyon fontosnak tartom, minden évben részt veszünk a a polytakarításon, ez egy csodálatos olyan természetvilággal ellátott folyó, amiben sok esetben akkumulátorokat, különböző nagyon-nagyon lassan lábomló műanyagokat dobnak el, és minden évben az a szomorú hír, hogy bármennyit kiszedünk belőle, legalább ugyanannyit kell abban az évben, tehát a gondolkodásban a tudatosság szerintem nagyon fontos, és itt kell egy keresztény demokrata gondolkodásnak bekapcsolódni, hogy ebben példát, ebben is példát mutatni, a közösség szeretetéből indul el szerintem a valós környezetvédelem. Másik dolog, ami relatíve nagy port kavart, ez az, az energiaital. Igen, igen, hogy az legyen Ugye ez egy van. nagy kérdés, mert uh, látjuk azt, hogy uh, azok a szokások nagyon veszélyesek, amik, amik kifejezetten uh, észrevétlenül belkúznak a mindennapjainkba, és uh, Ebben elkötelezett a KDNP, ugye a 18 év alattiak esetében célkétűzésünk, hogy az energiaitalokat ne lehessen fogyasztani. A felmérések szerint ez alapvetően káros az egészségre. Több olyan rosszul lét volt az elmúlt években fiatalok esetében, ami a, az energiaitalok fogyasztásából adódik, és nagyon nagy dózisú benne az a fajta hatóanyag, ami, amit látjuk, hogy a fiataloknak érdemes lenne ezt 18 év felett, 18 év alatti korhatárban meghúzni, azért ez egy elkötelezettség a KDMP részéről, hogy egy egészségmegóvó célzattal ne lehessen 18 év alatt ezeket az energiaitalokat fogyasztani. Ugye mindig összekapcsolják azzal, hogy de hát kávé és egyáltalán. Azt gondolom, hogy más az energiaital és más a kávé. És ami nagyon fontos ebben a kérdésben az az, hogy tudatosan oda kell figyelni arra, Uh, ugye ez egy óriási probléma a fiatalok számára, hogy ez nem áll olyan szokásra. Ezek azért nagyon-nagyon... Uh, egyrészt az amerikai társaság is, és a magyar, uh, magyar uh, gyermek uh, orvosoknak az Országos Szövetség is kiadott egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban, úgyhogy ennek az egészségkárosító hatásait ismerjük, és fontosnak tartjuk, hogy a 18 év alatti gyermekek uh, kerüljék a, az energiaitalok fogyasztását sokkal fontosabb a sport és az egészséges életmód, azt gondolom, és fel kell vállalni az ilyen helyzeteket, vagy az ilyen konfliktusokat, még akkor is, hogyha ez nem egy népszerű dolog. Vagy nem egy kérdés maga az, hogy az ember beleszól abba, hogy, hogy mi az, amit fogyaszthatnak, mi az, amit nem. Nekünk feladatunk az, hogy a szülőknek a figyelmét erre felhívjuk, hogy ez abszolút te, a jelenlegi fel, kutatások szerint ez egy, egészségkárosító, vagy egy, nem egy egészséges irány, ezért inkább sportoljanak, és inkább, ugye meg a tanulás a figyelemkérdésköre, tehát hogyha a koncentrációt na az energiaitalok fogyasztásával próbálják pótolni, és sok esetben látjuk azt, hogy étkezések helyett energiaitalt tisznak. én azt gondolom, hogy az egészséges életmódhoz hozzátartozik az is, hogy lehetőleg ezt csak 18 éven felett, hogyha úgy döntenek saját szabad akaratukból, akkor, akkor fogyasszák 18 év felett. És ha már szabályozás, akkor meg kell kérdeznem a mostani, jelenlegi uniós helyzetet, Igen. mert hát ugye Ukrajnáról most folynak a tárgyalások, a miniszterelnök tartózkodott, ugye? Mit gondol el, mi lehetne a megoldás a jelenlegi helyzetre, hogy úgymond minden el legyen simítva a lehető legbékésebb módon? Ugye miniszterelnök úr, most volt az uniós csúcs pénteken. Hát, Ért véget, és a kétnapos vitának az első napja az, az Ukrajna a minél hamarabb uniós Igen. csatlakozásának a kérdéskörére összpontosult. Ahogy miniszterelnök úr fogalmazott a legjobban, az, az azt jelenti, hogy távol maradt. Ez egy nagyon komplex dolog, én mindig azt tudom erre mondani, hogy, hogy látván, hogy Magyarország milyen sokat tett azért, hogy a nyugat-balkáni bővítés fontosságára felhívjuk a figyelmet, annak volt egy nagyon fontos üzenete, hogy ezek az országok rengeteget tettek azért, hogy a, a csatlakozási tárgyalások megkezdésétől egészen a tagjelölti státuszig hosszú éveket tettek bele abba, hogy ezeket az elvárásokat, amit az Európai Bizottság felállított, képesek legyenek teljesíteni, most azt látjuk, hogy Ukrajna egy gyorsítósávon akar bejutni az Európai Unióba, egy háborúban álló ország, és ez nem a szolidaritásunknak a megkedvélezése. Ez annak a reális felvénése, hogy Ukrajna jelenlegi állapotában nem alkalmas arra, hogy az Európai Unió tagállama legyen. És azért azt gondolom, hogy nagyon bölcs döntés volt, ez a személyes véleményem, miniszterelnök úr részéről a távolmaradás a csütörtöki napon, mert mindig azzal vádolják hazánkat, hogy mi a konszenzus kerékkötői vagyunk. Ha 26 így akarta, akkor a 26 viselje annak a felelősségét, hogy ez milyen óriási anyagi és gazdasági terhekkel fog járni. A másik nap, ugye, ami a költségvetési vita volt, ez pénteki nap, ott ugye az 50 milliárd eurós költségvetés támogatását Ukrajna részére ezt valóban nem támogatta a miniszterelnök úr. Egy olyan időszakot tud maga után az Európai Unió, amikor a Covid-hoz kapcsolódó hitelfelvétel az Európai Unió egyszer először szembesült azzal, hogy többet költ, mint ami a tagállamoknak a befizetése. Hogyha erre a az útra fogunk tovább menni. Hogyha ez lesz a, a jövőkép, hogy Ukrajna e, kérdéskörét, a népességnek az arányát sem tudjuk, nem tudjuk most mekkora a lakossága Ukrajnának, nem tudjuk azt, hogy milyen az egészségügyi rendszer. Nem teljesítette az Európai Bizottság hét feltételeből négyet jobb esetben a legjobb szándékkal teljesített Ukrajna. Már ott kivételtettek Ukrajnával, mert... E, Eddig mindig az volt az Európai Bizottság részéről az elvárás, hogy először meg teljesíteni kell a feltételeket egy adott országnak, és utána lehet a tagjelölti státuszt elnyerni. Ez már egy olyan kivétel volt, ami a többi nyugat-balkáni ország vonatkozásában egyfajta hiteltvesztés érzését jelent, hogy mi évek óta ezért küzdünk. Egy másik ország, ami pedig nem teljesítette a feltételeket, ő pedig hamarabb bejut az Európai Unióba. Az, hogy hogy Moldova és Bosznia-Hercegovina is erre az útra került, tehát hogy ő is minden közelebb kerül az uniós csatlakozáshoz, azt azért üdvözlőjük, mert ők nagyon régóta dolgoznak ezen, és ugye Georgia esetében pedig a tagjelölti státusz, ezek fontos lépések, de azt gondolom, hogy Ukrajna, mint leendő uniós állam, nem reális, amit szeretnék hangsúlyozni, nem feltétlenül a szolidaritás mellé építhető, vagy ahhoz kapcsolható értékrendi gondolkodás, de a költségvetés kérdéséről beszélni kell. Ha Ukrajna uniós tagállam lesz, az azt jelenti, hogy a 27 tagállam összköltségvetése 190 milliárd euróval is csökkenthet, akár az 17 ot jelent, az agrártámogatások pedig több mint 90 milliárd euróval kevesebb összeget fognak egy ország esetében jelenteni, ez pedig 20%-os csökkenés, és ne felejtsük el a génmódosított ugrán gabona óriási problématikáját, ami be fog zúdulni az Európai Unióba. Nem értem, hogy a francia politika ezt végig gondolta, vagy nem gondolta el végig. Én azt látom, itt a külpolitikát most már azért 2018-tól, mint a külügyi bizottsággal elnöke, nem csak követve, de abban részt, résztvevőjeként is, hogy Miniszterelnök úrnak van egy olyan képessége, ami egyedi, ha az összes állam és kormányfőt nézzük. Sok esetben felhívja a figyelmet, hogy figyelmeztet előre, mm. hogy mi nem lesz működőképes. Ilyen volt a migráció is 2015-ben. Ukrajna vonatkozásában is 8 óráig heroikus vitát folytatott az összes többi tagállam állam és kormányfőivel, és azt kellett tapasztalni, hogy nem értik, amit mond. Majd fogják, az a szomorú hír. De, de a jelenlegi helyzet az az, hogy őt ö, a maximális tisztelet illeti meg, és ez a teljes gondolkodás, hogy egy háborúban álló országot. Ugyanis, ha, hagyd mondjak még egy mondatot ide, ha az uniós csatlakozás hitelessége ö, ilyen mértékben roncsolódni fog, ha biztatásként adunk egy tagjelölti státuszt egy országnak akkor annak a, az értéke, vagy a fontossága, amiért a többi nyugat-balkáni ország küzd, ez nagyon-nagyon értékét veszhet, és mi pont ez ellen küzdünk, hogy ez egy olyan erős gazdasági közösség legyen, teszem hozzá, nem ideológiai alapú, hanem egy erős gazdasági közösség, mert mindenki elfelejti azt, hogy az Európai Unió az nem ideológiai ö, társaságként jött létre, ez egy gazdasági közösség, gazdasági érdekek alapján létrejött közösség volt, és azt gondolom, hogy hogy most már az Európai Bizottság irányítása, és különösen az Európai Parlament szelepe által, ez egy erős balliberális hullám, amit most megélünk. Én nagyon hiszek a 24-es Európai Parlamenti választásoknak a, a, az üzenetére és a sikerében abban, hogy lesz egy konzervatív erősödés, legalább egy minimum egy konzervatív erősödés, de, de elmentünk egy olyan irányba amikor azt látja az ember, hogy migráció, nincsen az Európai Uniónak egy olyan külpolitikai stratégiája, hogy hogyan védi meg a saját határait, egy háborúban álló országot akar uniós tagállammá emelni. Én azt gondolom, hogy itt meg kell kérdezni azt, hogy mi a jövőkép. Én a saját ellenzékünkről sem látom, hogy mi a jövőkép. A saját kormányom, a saját... Fidesz-KDNP koalí koalícióban azt tudom látni, hogy, hogy van jövőkép. Van egyfajta vízió, hogy mi hogyan szeretnénk az elkövetkezendő épek Európáját látni, és ha még ez egy nehéz harc is. Azt gondolom, hogy egy tagállami szuverenitás, egy függetlenség, egy család központú gondolkodás, annak van jövője. És én ebben a jövőben hiszek, ez egy olyan időszak, amikor ez konfrontációval jár de picit olyan ez az egész külpolitika, hogy egyszer fenn, egyszer lent, hullámok követik egymást, és, hiszek abban, hogy egyre többen fogják a magyar kormány álláspontját elsajátítani. Idő, az idő, akármennyire nehéz időszak van most, de nekünk fog dolgozni, ebben mélységesen hiszek. Nagyon szépen köszönjük jó hogy válaszolt a kérdéseinkre. Én köszönöm. És önöknek is köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tartsonak velünk legközelebb is, viszontlátásra!